Sziasztok, üdvözöllek titeket a csatornánkon. Egy olyan videót hoztam most, ami eddig nem sűrűn volt igazából, ugyanis hát én beszélni nagyon-nagyon szeretek egyébként kb. Mindenről, de minden sztorit, ami velem történik, azt így a barátaimmal és a családommal szoktam megosztani. Szóval nem nagyon volt olyan, hogy leülök és csak így elmesélek nektek úgy egy random dolgot az életemből, pedig azért otthon is elég sok hülyeség tud velem történni. És valamiért most itt Granadában éreztem azt, hogy muszáj elmesélnem egy videó keretein belül azt, hogy mi is történt velem, mikor ide megérkeztem. Szóval, ha gondoljátok, akkor ígyatok egy kávét a videó közben, vagy vacsorázzatok meg. Én próbálok minél gyorsabban és összeszedettebben beszélni. Tehát szeptember 3-án érkeztem egy keddi napon ide Granadába, a húgom kíséretével, ugyanis segített nekem kicuccolni, 3 bőröndöt hoztunk ketten, és amúgy is tök jó volt így az elején úgy megismerni a várost meg az embereket, hogy a húgom ott van végig az oldalamon. És tehát 4-e volt az első teljes napunk, amit itt töltöttünk a városban, és el is indultunk felfedezni azt, úgyhogy hát nem mondom, hogy ugye mindent láttunk belőle, de az első nap már viszonylag sok mindent megnéztünk. És megismerkedtünk ugyebár a lakótársaimmal, az előző room tour videómban egyébként meséltem nektek arról, hogy ez a szoba, ez milyen, hogyan rendeztem be, és hogy kikkel lakom együtt, szóval, ha arról lemaradtatok, akkor vissza tudjátok most nézni. Na és erről a szobáról azt kell tudni, hogy az ajtó az csak úgy nyitható ki, nem csak ennek a szobának az ajtaja egyébként, hanem a lakásban lévő összes szobának az ajtaja, hogyha be van rakva az a kulcs, ami oda illik. Tehát én, hogyha kimegyek akár a mosdóba, akkor is muszáj, hogy a kulcsot vagy magammal vigyem, vagy igazából az a taktika, hogy mindig bent hagyom a zárban, tehát soha nem veszem ki, csak akkor, amikor elmegyek itthonról, és így biztos, hogy nem fogom magamat kizárni. De ez egy olyan rendszer, amivel én azelőtt egyébként nem találkoztam, tehát én nem tudok otthon olyan zárokról, amit ne lehetne kinyitni kulcs nélkül, tehát anélkül, hogy bezárnád. És a lényeg az, hogy már akkor mondtam a húgomnak az első napunkon, hogy én biztos, hogy lemásoltam ezt a kulcsot, és valahova a lakáson belül elhelyezem majd a másolatot. Ugyanis fél év alatt nincs az Isten, hogy én ki ne zárjam magamat, amúgy is annyira béna vagyok mindig az ilyenekkel, és hát ki tudja, hogy mikor leszek annyira fáradt, hogy az ilyenekre nem figyelek. Na most mondanom sem kell, hogy egy nap kellett ahhoz, hogy sikeresen kizárjam magunkat, pontosabban egy nap sem. Ugyanis tehát szerdán este készültünk a többiekkel együtt egy buliba, ami egy ilyen évnyitó Erasmusos buli volt, és hát úgy volt meghirdetve, hogy éjféltől van igazából a bemenetel, tehát éjfélre mi el is készültünk a húgommal, viszont a többiek, nem tudom, akkor még nagyba szállították a hajukat, szóval majd mesélek nektek erről is, de egy spanyolok. Itt, ha megbeszéltek egy időpontot, hogy mikor találkoztok, akkor legalább fél órát vagy egy órát rászámolsz, de hogy még a tanórán is, a tanárok is késnek simán fél órát, szóval imádom, de ezt majd máskor elmesélem. A lényeg, hogy vártunk nagyban rájuk, és már összepakoltam mindent a kis táskámba, amit akartam volna vinni a buliba, úgyhogy beleraktam a kis táskámba a kulcsot is a zárból. Csak hogy amíg vártunk a többiekre, és kimentünk hozzájuk a közös térbe, hogy ott várakozzunk, addig a táskámat és a kabátomat is, minden cuccomat igazából itt hagytam ebben a szobában, ahogyan a húgom is, és fogtuk magunkat, kimentünk, az ajtó bezárult, és akkor pár perccel később jöttünk rá, hogy nem fogunk tudni visszajönni. Úgyhogy nekiálltunk mindenféle YouTube videót nézni, meg késsel, ollóval, a többiek kulcsával, mindennel próbáltuk kinyitni ezt a zárat, viszont ez egy nagyon-nagyon hülye zár, ezt nem lehetett egyszerűen feltörni, és plusz nem is akartam, hogy elromoljon a zár, mert nagyon sok kauciót kellett fizetnem erre a erre a szobára, úgyhogy mondom, hogy így akkor inkább alszom az utcán, vagy bárhol máshol, de ezt nem fogjuk feltörni. Ugye a mai fiatal társadalmunkra jellemzően a telefon a kezünkhöz volt ragadva, úgyhogy mind a kettőnknél csak a telefonunk volt. Most először, hála az égnek, ugyanis így se kabát, se iratok, se táska, semmi nem volt nálunk, csak cipő, rajtunk a ruhánk, meg a telefon a kezünkben. Úgyhogy nem volt nagyon más tendünk, mint akkor elmentünk a többiekkel a buliba, mert hogy így tényleg ott voltunk, hogy nem tudunk mit csinálni. Nyilván felhívtuk egyből amúgy a főbérlőt, és kérdeztük, hogy hol van pótkulcs, meg mit lehet ilyenkor tenni, de mondta, hogy már senki nincs bent az irodában, majd foglalkozunk ezzel máskor. Nem mondott semmit, csak hogy majd visszahív. Na, nem hívott vissza, és akkor elmentünk ebbe a buliba, és a legviccesebb, hogy ott volt a főbérlőnk, egy ilyen 35 éves csávó a buliban, és így meglátott messzről, integetett, én is így oda mentem, hogy na, hello, tök barátságos volt már az első nap, ugye? És akkor ott szakadt, hogy jaj, hát hallom a kulcsos sztori, mondom, jó, igen. És akkor megbeszéltük, hogy másnap 9 és 10 óra között eljön hozzánk a pótkulccsal, és akkor kinyitjuk a szobát, és mondtam neki, hogy oké, akkor a húgom majd őt megvárja itthon, és ő ki tudja neki nyitni az ajtót, hogy
adja a kulcsot, mert nekem a suliba kellett mennem fel 9-re másnap, ugyanis akkor még nem voltak órák, csak ilyen általános eligazítás. Na és akkor bulisztunk egy nagyot a lakótársaimmal, a hugammal, minden tök jó volt, és velük is jöttünk ugyebár akkor haza, hogy beengedjenek a lakásba. Van egy kanapénk, ami hát nem kihúzható kanapé, meg semmi extra, egy ilyen szörnyen kényelmetlen és kicsi kanapé a közös étkezőben, ahol a hugammal szépen párna és takaró, meg minden nélkül csak lefeküdtünk, ott aludtunk, és ugye én ébresztőre keltem másnap egy ilyen, nem tudom, aludtam majd 4 órát. A legrosszabb igazából nem is az volt, hogy a suliba be kellett mennem büdösen, koszosan, ugyanabban a ruhában, mint amiben bulizni voltam, hanem hogy kontaktlencsés vagyok, a hugam is egyébként, és nem tudtuk ugye kivenni a kontaktlencsénket, meg folyadék se volt nálunk, szóval konkrétan így összeszáradt szemekkel felkeltem. Oké, bementem a suliba, és úgy voltunk vele, hogy tök jó. 9-10 között jön a csávó, én is ezt túlélem is, mire hazajövök, már meg lesz az összes cuccunk, le tudok fürdeni, át tudok öltözni, meg minden. Mondanom sem kell, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon spanyol emberke volt, ugyanis nagyjából 11-kor írtam neki, amikor a suliban voltam, és a húgam megírta, hogy ő amúgy le fog merülni, és hogy nincs itt senki, nem jön senki. 11-kor írtam neki, hogy hello Mizu, Pedrónak hívják egyébként. Pedro írta nekem 11:30-kor, hogy 5 perc, és ott vagyok nálatok. És így mondom, oké, elindultam haza, 1/2 órával később hazaértem. Pedro még mindig sehol nem volt. Akkor itt még vártunk még 1/2 órát a húgammal, mire Pedro megírta, hogy na, az iroda kinyitott, akkor vedd át nyugodtan a kulcsot a kollégámtól. És így nézek, hogy mi ezt, és egyébként spanyolul kommunikáltunk, de nem tudok senkit sem kiosztani még spanyolul, szóval akkor angolul visszaírtam neki egy ilyen kiakadó üzenetet, hogy ez mégis mi a szarom volt, hogy azt mondja nekem, hogy 9-10 között jön, akkor nem várok el semmit, nem kell szívességet tennie nekem, de akkor legalább mondja azt a buliban akár, vagy másnap, hogy figyelj, old meg, egykor nyit az iroda, menjél be és hozd el a magadnak a kulcsot, mert akkor azt mondom, hogy jó, oké, akkor így készülök, és akkor addig a húgom alszik. Mert azért voltunk idegesek, mert mi egyébként az előző nap megvettünk az Alhambrába egy látogatói jegyet, amit előre megvettünk online, szóval az már ki volt fizetve, 10-valahány euró volt, és azt órára pontosan kell megvenni, és nem lehet késni róla, és ez olyan 1 óra környékére szólt. Szóval ugyebár ezt emiatt, a sztori miatt lekéstük, és akkor ekkor én elmentem az irodába, a pótkulcsért elhoztam, meglettek a cuccaink, úgyhogy tök jó volt minden. Az egész, amiért ezt a videót végül eldöntöttem, hogy megcsinálom, az, hogy nektek is bemutassam azt, hogy igazából minden okkal történik. Én egyébként nagyon ebben hiszek, meg én alapvetően egy nagyon pozitív ember vagyok, szóval még ha valami rossz történik, akkor is nem nagyon szoktam sírni, ritkán van az, hogy tényleg úgy nagyon kétségbe esett lennék. Mert hogy valahogy mindig úgy alakulnak a dolgaim, hogy a végén rájövök, hogy ja, ez ezért történt így, és ez azért volt így. És egyébként kaptam egy e-mailt aznap, hogy be kell fizetnem a kauciót, és azt hittem, hogy azt már befizettem, de nem, a lakásra. Tudtam, hogy ez az iroda, az tőlünk egy utcányra van, ahol a kulcsot átvettem, ezért gyorsan berohantam oda, hogy hello, még ma lehet kifizetni a kauciót meg a rezsit, mert hogyha egyébként késtem volna vele, szóval, hogyha én ezt így nem tudom, hogy az iroda, vagy csak simán azt hiszem, hogy én már befizettem otthonról, vagy ilyesmi, akkor naponta plusz 30 eurót felszámolnak késedelmi díjként. Úgyhogy hál' az égnek így legalább tudtam, hogy nem vagyok benne biztos, hogy még fizetnem kell, de beugrom az irodába megkérdezni, szóval visszamentem megkérdezni, fizetnem kellett még a kauciót, szóval azt kifizettem. És utána pedig a húgommal elmentünk az Alhambrába, de nem a teljes Alhambrát tudtuk megnézni, hanem csak egy bizonyos részét, ugyanis több részre van osztva, többféle jegyet kapható, és ott diákjegyet vettünk, amiről aztán ott állapítottuk meg, hogy csak egy ilyen európai általános diákigazolvánnyal, nem emlékszem mi a kártyának a neve, de egy ilyen külön európai diákkártyával lehet csak bemenni, tehát nem azzal a budapesti diákkal, amit mi kaptunk. És hála az égnek, mivel zárás előtt voltunk, ezért szerintem csak ezért engedtek be minket egyébként, mert hogy így ugye este mentünk, pedig nagyon-nagyon féltünk, hogy kárba veszik az a jegy is, és hogy nem fognak beengedni, mert rá volt írva végül a jegyre, csak mi ezt nem láttuk persze előre, de hogy rá volt írva, hogy sima diákigazolvánnyal nem lehet bemenni, hanem csak ezzel a speciálissal. És igen, és aztán végül egy csodálatos délutánt per estét töltöttünk el ott az Alhambrának az egyik részén, és utána beszéltük tényleg azt, hogy igazából ez egy tökéletes nap volt, tökéletesen kijött minden, és
hogy valószínűleg, hogyha a legnagyobb tömegben megyünk napközben, akkor lehet, hogy kiszúrják, hogy ez a diákunk, ez nem jó ehhez a jegyhez, és nem engednek be. Bár ezt már sosem fogjuk megtudni, de a lényeg az, hogy hát eléggé kalandos volt így a kezdet. Bármit tervezel az ember, az soha nem úgy alakul, viszont a végén úgyis minden jó lesz, és esküszöm, ez tényleg így van. Tehát velem ahányszor történik valami rossz, ha egy hónappal vagy akár egy évvel később, de rá fogok jönni, hogy ez azért alakult így, ahogy. Szóval nem tudom, hogy ti érdekesnek találtatok-e a sztorit, vagy nem, de kérlek írjátok meg, hogy máskor is legyen-e bármi ilyen sima mesélős random storytime videó. Mert én, mint mondtam, nagyon szeretek beszélni, és nagyon szívesen készítek még többet, meg egyébként tök izgalmas dolgok történnek még itt velem, úgyhogy valószínűleg a jövőben amúgy is lesz még mindenféle így a környezetemet bemutató videó. Szóval köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!